Kisebb szünet után folytatódik a magyar egyetemi és főiskolai kosárlabda bajnokság alapszakasza. A szombathelyi színeket képviselő SUSF férfi együttesére is nehéz mérkőzés vár. Kéri Péter csapata a legutóbbi játéknapon a veretlen TFSF felett aratott 77-72-es sikerével átvette az első helyet a tabellán, amelyet a tervek szerint meg is őrizne a vasi alakulat. Hétfő este a Semmelweis Egyetem otthonában lépnek pályára a szombathelyi kosarasok. A mérkőzés lélektanilag is fontos lesz a közelgő rájátszást tekintve. Így van, a célunk továbbra is a legjobb négybe kerülés. Ugye ez a csapat olyan szempontból speciális, hogy több olyan játékosunk is van, aki NB2-ben nem játszik, illetve jó néhány játékos más klubokból érkezik, Körmendről, Sopronból két csapatból is, tehát nagyon nehéz összehangolni azt, hogy ott együtt tudjunk edzeni. Bízunk benne, hogy eljutunk a döntőig, és akkor egy kicsit lesz időnk arra, hogy együtt készüljön az egész társaság. A SUSF az elmúlt hetekben folyamatosan javuló játékkal örvendeztette meg a szurkolókat, és Zsinórban 7 megnyert mérkőzéssel várja a hétfő esti találkozót. Ráadásul a vasi együttes a bajnokságban a legkevesebb pontot kapta, ami tovább növelheti a szombathelyi kosarasok önbizalmát. A csapat centere ugyanakkor elővigyázatosságra int, és a védekezés fontosságát emeli ki. Igazából a védekezésünkön kell javítani, védekezésből gyors támadásokat indítani, gyors labdaszerzéseket, gyors zicsereket. Szerintem ez lesz a kulcsa az egész bajnokságnak. A szombathelyi együttes az egyetemi bajnokság 13. alapszakaszbeli mérkőzését idegenben a budapesti Sote csarnokban vívja. Az összecsapás 19:20-kor kezdődik.